napot, jó estét kívánok! Köszöntöm a Boglár magazin minden kedves nézőjét! A következő egy órában Balatonboglárral fogunk foglalkozni. Tudják, Boglár magazin minden kedden és szombaton a Balaton televízió csatornáján. Kövessenek bennünket! Az elmúlt két évben nagyon sokat fejlődött Balatonboglár, nagyon sok beruházás készült el. Hogy mi lesz a folytatás, arról kérdeztük Mészáros Miklóst, a város polgármesterét. Tavasz a remény időszaka, milyen reményekkel vágnak neki a tavaszi-nyári időszaknak? Hát tele vagyunk reményekkel, ugye lezárult egy nagy korszak a Balatonboglárnak az előző EU-s ciklus, amiben nagyon sok fejlesztést tudtunk elérni. Két óriási meg a beruházás zajlik a városban, tehát nagyon várjuk már ezeknek az átadását, úgy a Nemzeti Kézilabda Akadémia csarnoképületének, mint a Datalogic csarnokának, szintén hamarosan következik, és hát itt van az új EU-s ciklus, ami nyilván újabb reményeket ad arra, hogy Boglár újabb fejlesztések érkeznek. Ráadásul pezseg a boglári közélet, várjuk a programokat, éppen a hétvégén már a Légrádi Fesztivál elkezdődik, és akkor ezzel gyakorlatilag beindul az a néhány hónapos felkészülés, ami a nagy nyári boomra fog nyilván előkészíteni minket, úgyhogy megy az élet tovább Bogláron ugyanúgy, mint eddig, és azt gondolom, hogy Boglár ma talán Somogy megyében is, de talán az országban is az egyik legintenzívebben fejlődő város, hiszen ez egyfőre jutó működő tőke Bogláron ma azt gondolom, hogy igen, csak ott leszünk, vagy vagyunk a topban, az első tízben biztos az országban, tehát azt gondolom, hogy bogláriak jól érezhetik magukat Bogláron, és az ideérkezők is. A NECA csarnok mennyiben befolyásolja a helyi labdarúgó életet? Hát ott nyilván már azt kértük, amikor a beruházásról egyáltalán szó esett, hogy egy kis megértést kell mindenkinek ebben a témában hát gyakorolnia, és sajnos itt a legnagyobb ilyen szempontból vesztesei ennek a labdarúgók voltak, ez tény, hogy nem tudtak edzeni a pályán, és ki kellett nekik menni, más edzőpályákat kellett keresni, ezt azért megoldottuk, de hát elhúzódott az építkezés, ezt is mindenki tudja, úgyhogy azt tudom kérni továbbra is a labdarúgóktól, hogy még egy pici kis türelmet. Úgy néz ki, hogy júniusban azért átadjuk a csarnokot, és onnantól kezdve egy teljesen új, egy tényleg világszínvonalú pályán, ami alácsövezett, öntöző berendezéssel ellátott, és gyakorlatilag tényleg non plus ultra, az az új pálya, ami megépült, azt fogják tudni használni, csak pici türelmet. Még most a város azért próbál segíteni, tehát a Fonyódligeti edzőtáborban lévő, vagy edzőhelyen lévő pályához a buszt ingyen biztosítjuk, tehát gyakorlatilag néhány hónap még az a türelem, amit kérünk tőlük, és onnantól kezdve hosszú távra egy világszínvonalú pályán fognak tudni edzeni. Talán a műfüves pálya is megvalósulhat, ez sajnos a testület első körben leszavazta, de újra kiírták a pályázatot, úgyhogy remélem, hogy ez is létre fog jönni a következő évben talán, de hát hogyha nagyon nagy szerencsék lenne még idén is, de mindenképpen el szeretnénk indulni ezen a pályázaton újra, úgyhogy ha lesz rá pénz, akkor a csarnok mögött azon a gyakorlatilag most üres helyen még egy műfüves pálya is létesülhet, hogyha mindenki akarja. A Datalogic egy nagyon nagy dolog, úgy gondolom, a városnak az életében, és ha jól tudom, akkor további telkeket is vásároltak? Igen. A Datalogic az ugye most már elkezdett dolgozni. Április 15-én lesz az a nagyszabású megnyitó, amivel az első ütemet átadják. Ez egy 8000 négyzetméteres csarnok, amelyben már folyik a munka. Ugye egyelőre a Fonyódról átköltözött cég munkatársaival, illetve újabb munkatársakat is felvettek, tehát gyakorlatilag már tényleg adófizetőkké váltak, hiszen ez már, amit itt termelnek, azután már Boglárnak fogják fizetni az adót, tehát kíváncsian várjuk majd nyilván az első év végén a bevallást, hogy mennyivel gazdagítják a boglári büdzsét. De hát már maga az a tény, hogy itt ennyi munkahely létesült, és tényleg egy ipari központ lesz Boglár, és ez a finom mechanika, ez az elektronika, ez egy tényleg egy környezetbarát
zajmentes és steril körülmények közötti munkát jelent, tehát kényelmes munkahely, úgyhogy reméljük, hogy tényleg sok ember, sok száz ember fog még itt dolgozni. És valóban egy újabb telek eladással, amit a város ugye tudott biztosítani számukra, még megduplázzák ezt a mai négyzetmétert, tehát még annál is több lesz, tehát összesen olyan 18 ezer négyzetméternyi csarnok épül még föl, tehát a mai 8000-hez képest 18 ezerre fog ez bővülni, tehát egy óriási 4-500 munkáját is akár teremthető beruházás készül itt Bogláron, ami hát éves viszonyban talán 100 milliós adóbevétellel is kecsegtet hosszabb távon, tehát ez egy óriási lehetőség a városnak szintén. Tehát az elmúlt hónapokban nagy hír volt, hogy az új uniós pályázatra gyorsított, vagy új uniós pénzekre gyorsított kiírásokat fog a kormány tenni, és hogy a Balaton is a, úgymond nem a fejlesztéseknek a középpontjában van. Mi látszik ebből, hogy mennyire fogja ez Balatonboglárt érinteni, illetve vannak olyan témák, amivel megfogható ez a, ide lehet ezekből a pénzekből hozni? Igen, hát amiben mi indulunk, biztosan azok a területi operatív programok, tehát a TOP pályázatok az megyei allokációval, tehát megyei elosztással fognak rendelkezni, és erre az Balatonra is ebből mintegy 8 milliárdot kiírtak, tehát körülbelül vagy ennyit számítanak. Tehát mi éppen a mai testületi ülésen fogalmazzuk meg azokat a terveinket, hogy melyek azok a pályázatok, amelyekben szeretnénk indulni. Ugye 3-4 olyan területe van a városnak, amelyet továbbra is szeretnénk fejleszteni. Ennek egyik legfőbb területe az a strand körüli sétányrendszer, a borudvar folytatása, az észak-déli sétány, parkmenti sétánynak a megépítése, a hajó körül bizonyos területrendezés, illetve parkoló kialakítása, a buborékfürdő további bővítése. Tehát vannak azért ott a Platáns Random olyan szép feladataink még, amik azt gondoljuk, hogy talán uniós pénzből megvalósíthatóak, vagy legalábbis próbáljuk meg. Aztán a másik a Várdom körül és a Kultúrház környéke, és magának a Kultúrháznak, ugye, ami most már minden középületünket felújítottuk, a Városházát, most legutóbb Fisliáznak is gyönyörű új ablakai lettek, a Városi Konyha, ugye az iskola teljesen nulla energiában működik, hiszen az teljes felújítást kapott, tehát most már szegény Kultúrházra nagyon ráférne egy kis hát renoválás, úgyhogy ezt is szeretnénk beletenni ebbe a csomagba, illetve a Várdomban egy lombkorona ösvénynek a tervei készültek el. Tehát azt gondolom, hogy a Tesco előtti egy körforgalom nagyon jó lenne. Tehát vannak olyan terveink, amik tényleg azt gondolom, hogy a bagláriaknak érdeke is, és nyilván a környékbelieknek is, hogy ezek megvalósuljanak. Tehát ezekre szeretnénk pénzt ebből a bizonyos TOP programból ide Boglára húzni. Meglátjuk, hogy milyen sikere. Reméljük, hogy egyre több lehetőségünk lesz ebben is. Maradnak a klasszikus településfejlesztési pályázatok is, tehát amik az elmúlt években igénybe vehetők voltak? Hát az energetikára mindenképpen számolunk még, tehát ugye most nem KEOP, hanem KEHOP néven fognak futni azok a programok, amelyekre szintén szeretnénk pályázni. Tehát a középületeinkből még vannak olyanok, amelyek szintén további energetikai korszerűsítésre szorulhatnak, bár hát tényleg jól állunk, tehát a óvoda gyakorlatilag teljesen jó, az is általános iskola épületei teljesen fel lettek újítva, most már a konyha is, a városháza is, de hát még szeretnénk azért a szociális intézményünknek egy új helyet adni, vagy a régi helyén legalább egy felújítást adni, tehát azt gondolom van még feladatunk, és hát természetesen óriási elmaradásaink vannak járdaépítésben. Talán idén azért a Munkácsi utca megvalósul, meg legalább 2 járdát saját erőből meg tudunk oldani, de várjuk azokat a pályázatokat, amelyek a vízrendezésre lennének esetleg, vagy a partvédőművekre. Tehát ez a bizonyos bűvös 300 milliárd, amit a Balatonra kiírnak majd a 6 év alatt, vagy 4 év alatt most már, abból remélem azért szintén egy más vonatkozásban azért Boglára is jut majd. Ha jól értem, akkor van esély talán arra, hogy a feltöltött területnek a vízlevezetése is megtörténjen? Hát mindenképp meg kell csinálnunk, előbb-utóbb, mert az tényleg az az utolsó olyan hely, ahol még amikor már máshol nincs víz, ott mindig van. Tehát az valóban egy olyan hely, amit le kellene valahogy csöveznünk, vagy egy... Tehát többféle metódus van arra, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, de mind sokba kerül. Hát ugye ez pályázati pénzből, vagy saját pénzből, azt nem tudom, de az, hogy ezt meg kell oldanunk előbb-utóbb, az biztos.
Zajlik még egy beruházás, amiről nem beszéltünk, ez pedig a volt vasutas üdülőnek, vagy MÁV hotelnek az átépítése, ez hol tart most? Hát egyelőre a bontás fázisában, ahogy látja mindenki, gyakorlatilag eltűnt a vasutas üdülő. A három főépület az tégláig vissza lesz bontva, és onnantól kezdve egy újjáépítés kezdődik majd a front vonalon, tehát az utca oldalon ott egy teljesen új épület fog kinőni majd a földből hamarosan. Ott egy recepció, wellness központ, étterem, konyhatár, gyakorlatilag egy teljes hotelrendszer alakul majd ott ki több épülettel, amely egyben befogadja majd a mostani diákokat, másrészt pedig egy lehetőséget ad arra, hogy vendégeket fogadjon az akadémia, és ezzel gyakorlatilag egy önjáróvá váljon, hiszen ott olyan pénzbevételek lesznek, amelyek majd tudják működtetni az egész rendszer, tehát egy fontos lépés lesz. Ez több milliárdos beruházás, állami beruházás, még egyszer mondom, hogy Boglár nagyon jól áll működő tőke tekintetében, mert ez is működni fog. Tehát ide a sportturizmus ugye egy fontos kiemelkedő ágazata lesz a boglári nyárnak, vagy akár egész éves viszonylatban. Nagy mértékben ez a történet viszont befolyásolni fogja a már meglévő kollégiumnak az életét, hiszen hogyha átköltöznek oda a diákok, akkor szinte ki fog ürülni a kollégium. Gondolkodnak-e már azon, hogy ott mi lehet majd a tovább lépés? Pontosan, felszabadul egy elég nagy szálláskapacitásunk, amely nyilván felveti a lehetőségét annak, hogy másba is gondolkodhatunk. Természetesen a kollégiumot nem szeretnénk megszüntetni, tehát a Matiásznak kell azért kollégium, hiszen ott nem csak nekás gyerekek vannak, hanem azért a környékből fontos, hogy megmarad a kertészképzés, ezt azért szeretnénk tovább folytatni, vagy szeretné az iskola tovább folytatni, hiszen ez egy óriási hagyomány, 40-50 éves hagyománya már a városnak, hogy legyen itt kertészképzés, borászképzés, és a már jól bevált számítástechnikai, informatikai képzés is azért működik. Tehát nyilván oda kollégista gyerekek jönnek, tehát egy körülbelül egy szintre azért el fognak férni, tehát azért igazából a NECA fogja adni az iskola létszámának egy nagyobb részét, és azoknak ugye külön helyük lesz. És akkor nyilván fönnmaradott legalább két szint, ahol gondolkodhatunk azon, hogy akár éves szállodát, vagy valamilyen egyéb turistaszállást, vagy táboroztatást, vagy tehát gyakorlatilag nyilván fölvetődik majd mindenféle ötlet, ami már most is egyébként, és nyilvánvalóan erre kell majd szépen egy működést, egy rendszert kialakítanunk, de élni fogunk a lehetőséggel minden bizonnyal, az pénz kell, hogy termeljen akkor az a ház. A fejlesztéseknek azért volt némi árnyoldala is, itt gondolok a borudvarra, aminek én úgy gondolom, hogy a többség nagy örömmel fogadta, hogy van, de mégis zajlik egy per, ami a környéken élők egy zajszennyezéssel vádolják gyakorlatilag a helyet. Hol tart most ez a történet? Hát sajnos első fokon nem jól. Első fokon a város perelték be, és a városnak egy kártérítési kötelezettsége van, de még egyszer mondom, tehát első fokról van szó, ne menjünk elébe a dolgoknak. A testület egyhangúan szavazott arról, hogy megfelelbezzük az ítéletet, és természetesen felhívjuk a borudvar figyelmét, hogy vigyázzunk erre a témára, tehát feltétlenül tartsuk be azokat az előírásokat, amelyek jogszabályok írják elő, hogy mikor kell a zenét abba hagyni, és egyébként pedig hát nyilván megyünk a következő fokozatra. Itt ez egyértelműen kártérítésről szól, tehát nem arról, hogy a borudvarnak el kéne onnan költözni. Ha a borudvar jogszabály szerint működik, onnan nem kell elköltöznie, tehát a következő nyárra is meg fog nyílni, hát a 16-os nyárra is természetesen meg fog nyílni a borudvar, és zene is lesz, tehát ez nem tiltja meg a törvény, csak akkor kell befejezni, amikor, és ez természetesen be fogja tartani a borudvar, és akkor semmi probléma nem lesz. Tudom, hogy kényes kérdés, de hogyan lehet mégis valami fajta egyensúlyt tartani, hogy tényleg az a városnak a turisztikailag egyik legfrekventáltabb helye a Plattántér és környéke, hogy legyen is rendezvény, meg csendben is legyen, szinte összeegyeztetetlennek tűnik a kettő. Hát igen, ez itt tényleg így van. Az emberek azért jönnek Balatonboglárra, meg a helyiek is szeretnek szórakozni nyáron, az meg pont egy olyan hely, ahol lehet is. Ráadásul azért is épült, hogy ott szórakozzanak az emberek, és közben vannak nyilván olyan magánérdekek, személyiségok, amiket meg tiszteletbe kell tartani. Nehéz ezeket összehozni, de igyekezni kell, és meg kell próbálni, hogy ez jó legyen mindenkinek. Hát nem gondolom, hogy ezt nem lehet megoldani. A Szőlős-Kislaki települési részönkormányzatnak az élén nem régiben kényszerű váltás történt, hiszen Csere Andrea, az addigi vezető lett a város alpolgármestere.
így a részönkormányzat vezetésében helyére Keserű Zoltán került. Az elnök urat terveiről és céljairól kérdeztük meg. A Szőlőkisai részönkormányzat három főből áll. A törvény azt írja elő, hogy kettő képviselőtestületi tagnak kell benne lenni, valamint egy településen élő polgárnak, és ez nálunk is így van. Eddig Csere Andrea volt a részönkormányzat elnöke, jó magam voltam a képviselőtag, és Kastrényi Zoltán úr volt a kislaki településrész képviselőjeként, de miután Csere Andreát alpolgármesternek választottuk, ezután én lettem az elnök, Szalai Tündét választottuk bizottsági tagnak, és maradt Kastrényi Zoltán úr, és így áll fel a háromfős részönkormányzat. Ezen kívül minden ülésünkön jelen van Kollár Károly úr, aki a Szőlős kislaki falugondnok, hogy így mondjam, aki ismeri a falu minden rezdülését, ott született, ott él, és látja el a teendőket a kislaki városrészen. Tehát így dolgozunk, hál' Istennek most már ezt megtehetjük, hiszen ez a szönkormányzat már régen terv volt, és régen is akarták ezt, de többnyire csak szóban, viszont most végre 2004 után ezt meg is tudjuk valósítani. Mennyire önálló egy ilyen részönkormányzat? Van-e például saját költségvetése? Igen, ez a kérdés mindig felmerül, több fórumon is felmerül ez a kérdés. Nincsen önálló költségvetése a részönkormányzatnak, tehát döntéshozatali joga nincsen a városi költségvetés terhére, mi nem hozhatunk döntéseket, viszont nagyon sok mindenbe beleszólhatunk. Egy ilyen részönkormányzat úgy működik, mint egy bizottság. Javaslattételi lehetősége van, véleményezési joga van, és azt kell mondjam, hogy a képviselőtestület nagy mértékben respektálja és el is fogadja a részönkormányzat véleményét, javaslatát bármilyen olyan kérdésben, ami a település részt érinti. Elég sok változás volt kislakon, tehát sok minden elkészült. Hol tart a most, milyen beruházások lettek kész, és mi az, ami még vissza van? Igen, hát nagyon sok minden váltott magára, de hál' Istennek még az előző ciklus végén elkészült a kultúrház tetőfedése, ami már szinte halaszthatatlan volt. Aztán elkészült a ravatalozó is a múlt évben. Szintén egy régi vágya volt a kislakiaknak, ami érthető is. A tavalyi évben sikerült végre a két új buszmegállót elhelyeznünk, azok is már szinte a városi szégyenei voltak, de most nagyon szép buszmegállók létesültek. Ezen kívül, bár nem városi beruházás, elkészült a műút is, ami Boglár-tót itt köti össze. Igaz, hogy csak kislak után ígér el, de számunkra az a fontos, hogy kislakot és Boglárt egy jó minőségi út köti össze. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt szintén. Valamint egy nagyon nagy beruházásként a kislaki ivóvíz minőségjavító program is elkészült, de 80 millió forintos beruházásként a tavalyi évben. Úgyhogy azt gondolom, hogy elég sok minden indult el kislakon, és reményeink szerint még több mindent sikerül megvalósítunk az elkövetkező években. És mi az, ami tervben van? Például sokaknak problémája az a római útnak az állapota, hogy azzal történik-e valami? Igen, jogos a kérdés. Szintén régóta felvetett kérdés, és megoldandó is, nagyon-nagyon sürgősen, nagyon akut kérdés. A helyzet az, hogy sajnos önerőben nem tudjuk megoldani ezt a feladatot. Volt már egy lehetőség, de nem tudtuk mellé tenni azokat a milliókat, amik kellettek volna ahhoz, hogy egy pályázaton keresztül ezt megvalósítsuk. Viszont egy új reménysugár tűnt fel az égen, ami azt jelenti, hogy a közeljövőben információ szerint vidékfejlesztési pályázatokon belül lehetőség nyílik útfejlesztésekre is, és az első dolgunk az lesz, nyilvánvalóan, hogy megpályázunk ezt, és befejezzük, vagyis összekössük Lellét
szőlős kislakkal elkészíteni a római út, és ami a legnagyobb, legégetőbb gond ott, az a vízfolyás, ami ott a víztoronynál történik, ez az útnak a problémája is. Tehát az út elkészül, el tudna készülni, vagy akár csak egy szakasza már, akkor meg tudnánk oldani ezt az áldatlan állapotot is, hogy ott a víz kimos mindent, és folyik az árkokba, a házak kerítéséhez a víz. Szóval nagyon, nagyon nehéz a helyzet, ez az elsődleges feladatuk lesz, amit szeretné megoldani. Ezen kívül a patkákat is szeretnénk rendbe rakni, erre már költségvetésben is került összeg elkülönítésre, valamint árokrendezésre is. Tehát szép lassan mindenképpen az a célunk, hogy rendbe tegyük a városrész állapotát, mondjuk árok, víz, járda, szép lassan minden olyan területen, ahol lehetőség nyílik erre. Volt tavaly ősszel egy fórum a kislakiaknak, ahol úgy tűnt, hogy legégető problémaként a kislak-bogler közlekedést hozták elő. Ebbe sikerült-e valamit lépni? Igen, ez a felvetés is jogos volt. Jegyző úr levélben kereste meg a Balán vállalatot, hogy a 10 kilométeres jegy helyett lehessen venni 5 kilométeres jegyet is, azonban az üzleti szabályzat és törvények nem teszik ezt lehetővé, tehát a minimum a 10 kilométeres jegy megvétele kötelező, hiába kislap csak 3,5-4 kilométerre van Balatonboglártól, ezt sajnos nem tudtuk keresztülvinni, tehát meg kell venni ezt a jegyet mindenkinek. És valóban, aki kétszer beutazik egy nap, 250 forintjával, ez egy 1000-esbe kerül. Tehát ez az út sajnos nem járható. Egy másik lehetőség, nyilvánvaló az iskolabusz, a kék busz, mindenki előtt ez inkább így ismert, az lehetőséget kínál mindenkinek, hogy mondjuk bejöjjön reggel a városba, és délután esetleg az iskolásokba hazamenjen. Tehát ez sose volt olyan szigorú, hogy már pedig arra csak a kisiskolás szállhat fel. Sajnos külön járatot nem tudunk indítani, tehát ez elég komoly logisztikai és anyagi megterelést okozna, viszont egy másik lehetőséget próbálunk megteremteni, szeretnénk pályázni egy településrészi kisbuszra, egy 8 fős mikrobuszra, mint amit sok helyen látni, és kisebb településeknél, hogy csak a környékbeliekre gondoljak, akár Gyugyon, vagy Hácson is van ilyen, vagy Buzsákban. Csak az a gond, hogy Balatonboglár több mint 5000 lakosú, tehát együtt kislakkal, és 5000 lakos feletti településeknél ez a kisbusz lehetőség, a pályázat lehetőség elvileg nem áll fent. Úgyhogy bízunk abban, hogy a terület országgyűlési képviselője, Móring József Attila úr ebben tud segítségünkre lenni, és valami lehetőséget ez ügyben meg tudunk ragadni, hogy annak ellenére, hogy többen vagyunk, mint 5000 fő, mégis, mivel kislak bár település rész, de kijebb esik a központtól, ezért egy ilyen helyi használatú kisbusz kaphassunk. Ennek eredményét nem tudom, még folyamatosan van a dolog, ahogy információnk van, nyilvánvaló, hogy fogjuk tájékoztatni a lakosságot. Maradnak-e a már megszokott kislaki rendezvények, illetve tervezik a bővítését? Gondolok itt a Majálisra, vagy a Töklámpás Fesztiválra. Hogyne, hát ez természetes, azt gondolom. Olyan rendezvényekről van szó, amelyeket mindenki szeret, és mindenki szívesen látogat el ide. A Töklámpás Fesztivál több mint 10 éve színesíti Boglár kulturális életét, sőt, azt kell mondjam, hogy szinte országos rendezvényén nőtte ki magát. Ezek mellett a születi felvonulás, születi születi ünnepség is, vagy a Majális összefogás Szőlős Kislakér Egyesület szervezésében is jól működik, és szeretnénk ezt az együttműködést szorosabbra fűzni, és örömteli, hogy végre sikerült bejegyeztetni a szervezetet, ezt a szervezetet, civil szervezetet, és tudnak pályázni összegekre bármilyen olyan eseményen jelen tudnak lenni, ahol esetleg anyagi forrásokhoz lehet jutni. És nyilvánvaló tervezzük, hogy ezt a palettát bővítsük. Már most idén szeretnénk, Boglár 25 éves évfordulóján
létrehozott esemény, egy rendezvény sorozat kapcsán is Kislakra is eljutatni rendezvényeket, kiáltásmenyitókat, pódiumműsorokat, és a jövőben is szeretnénk, hogyha több minden valósulhatna a Kislakon, akár a kicsik, akár az idősebbek örömére. Legyen az bál, legyen az bármilyen fiataloknak szóló rendezvény. Bízom benne, hogy ebben többen mellénk fognak állni, és az Összefogás Egyesület is ebben egy komoly szerepet fog játszani. Hogyan érhető el a részönkormányzat, illetve maga a vezetője, tanácsnoka? Köszönöm szépen a kérdést. Bármikor elérhetőek vagyunk, nyilvánvaló, akár telefonon, akár személyesen. Emellett minden hónapban jelen fogok lenni Szőlőskislakon, a Kultúrházban, ezt a Boglári Újságban meg is fogom jelentetni, hogy melyik nap, hány órától, hány órakor és meddig leszek ott, és várom a kislakiakat, bármilyen gondjuk, panaszuk, javaslatuk volna, hogy ezt megtegyék, vagy akár csak beszélgetnének a helyi ügyekről, nagyon szívesen fogadom őket. Most folynak pillanatnyilag az egyeztetések, hogy melyik nap lenne a legmegfelelőbb, amikor nem zavarjuk a Kultúrházban ténykedő civil szervezeteket, és a telefonszámunk is bent lesznek, tehát bármikor kereshetnek minket is, és személyesen is bízom benne, hogy majd többen megkeresnek. Idén március 15-én ugyanolyan borongós, szeles, esős idő volt, mint 168 évvel ezelőtt azon a nevezetes forradalmi napon. A városi megemlékezésről készített összefoglalón következik. Ezzel a bejátszással egyben véget ér hír összeállításunk, reklám lesz, de ne menjenek sehová, hiszen a reklám után megnézhetik az összefoglalóját a Bagó Bertalan megemlékezésére készített beszélgetésről. Azért oly szép ez a világ. A nemzet hajnalát felidézve, szükségkép fénycsalódásokat hozok létre, Kossuth pedig azon korai zivatar, mely után a legderültebb nap szokott következni. Deák Ferenc a nemzeti ébredés hajnalán a két nagy szellemű vezér közt foglalt helyet, s hol egyikhez, hol másikhoz állok közelebb, sohasem osztozva egyiknek tévedésében sem. Ugyanaz volt közbenső állásában, ami lett később, midőn már ő vezérelte a nemzetet. De pályájának kezdődő korszakában még nem az ő, s nem a nemzetnek általa képviselt tulajdonságaira volt szükség. Az újjászülető népek kénytelenek még egyszer átmenni az ifjúkor hevületein, az ábrándok és tévedések korszakán. A nagy vállalkozások és súlyos csalatkozások után jön létre a férfikor egyensúlya, a családalapítás gondja és kötelessége. Idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fény szórnak minden születő tavasznak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő Balatonfogláriak! Juhász Gyula március idusára írta ezeket az idézett sorokat 1909-ben. Akkor, amikor még voltak élőtanúi forradalmunknak és szabadságharcunknak.
bár akkor már és még a boldog békeidőket érhették a monarchia népei. A 168 évvel ezelőtti, a maihoz hasonló időjárású márciusi nap eseményei és főszereplői nemzetünk legendáriumának részei lettek. Akkor is erőt meríthettünk belőle, amikor nehéz volt. Amikor tiltották, kihasználták, mást hazudtak bele. Most is merítsünk erőt, és higgyük el, hogy nem vagyunk kicsik. Az erő és az igazság is velünk van. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. Apukák, anyukák, iskolák, figyelem! Kezdjék a tavaszi élmények gyűjtését Balatonbogláron, a Várdombon. Csodálják meg a Balatont a gömbkilátóból, száguljanak a bobbal a fák között, és tegyék próbára ügyességüket az akadálypályákon. Kaland, élmény, szórakozás kicsiknek és nagyoknak. Nyitva naponta 10-től 18 óráig. Mindenkit vár egy nagy kaland Balatonbogláron, a Várdombon. Jó estét kívánok! Izgalmas feladatot kaptam a Pirostól. Ugye a városnak az évfordulós sorozatának lesz egy ilyen rendezvény sorozata, hogy híres bogláriakról lesznek beszélgetések itt esténként, és ennek az első fordulója gyakorlatilag, amikor Bagó Bertalanról, festőművészről emlékezünk meg, és szerintem a néző közönség soraiban is sokan vannak, akik ismerték őt személyesen, én viszont nem. Tehát egy kicsit külsősként vagyok itt ezen a helyen, de talán tudom képviselni azokat, akik szintén nem ismerték, és tudok egy rácsodálkozással, egy őszinte érdeklődéssel fordulni ehhez a témához, hiszen ugyanakkor meg a művészetét nagyon szeretem, nagyon nagyra értékelem, és úgy gondolom, hogy ez talán alapot ad arra, hogy egy izgalmas beszélgetést tudunk majd itt folytatni. Úgyhogy ennek az elejeként szerintem a legjobb, hogyha a történet legeslegelejéről indulunk, hogy mi is történt akkor 1932-ben Ókécsként. Erikával, mikor készültünk erre a beszélgetésre, veséztük ezt a témát, hogy akkor most Tiszakécske vagy Ókécske, és talán innen kellene elindulni, hogy hogyan is lett boglári festő egy Ókécsként született művészből. Köszönöm szépen. Igazából... Miért nem? Jó lesz, azt jó mondják. Lesz. Szóval igazából kalandos utat járt be édesapám a megszületésétől kezdve, még eljutott
Balatonfenyvesre, illetve Balatonboglárra. Ugye 32-ben született július 2-án egy középbirtokos család első fiúgyermekeként. Az itt látható fotók is jól mutatják, hogy milyen környezet vette őt körül, és milyen nagy családban nőtt fel. Nyilván meghatározó volt a nagyszüleim és az egész családja, nagy családja környezete, a falu, ahol nevelkedett Ókécskén, hogy a középiskolai tanulmányait Kecskeméti Református Gimnáziumban folytattam. Oda járt 8 évig igazából a gimnázium. 8 év meghatározó minden gyermek életébe, főleg a 10 éves korától 18 éves koráig, mint internátusi hallgató, mint gimnazista vesz ebben részt. Korán megmutatkozott, az elbeszélésekből tudom csak, hát nyilván másból nem tudhatom, hogy tehetséges volt, szívesen rajzolt, már elemi iskolásként is. A nagyszüleimet biztatta a tanítónéni, tanítóbácsi, hogy feltétlenül ilyen pályára kell menni ennek a gyermeknek, és akkor így gondolták, hogy a gimnáziumba majd beérik, és majd ott eldől a végre, hogy mi is lesz belőle. A háború ugye közbe lépett, és az utolsó évet, a gimnázium utolsó évét ők nem a református gimnáziumba járták már, hanem a piaristák gimnáziumába, így ott érettségizett le. Majd mivel az én nagyszüleim kulákoknak voltak minősítve, ebből kifolyólag édesapámat nem vették fel sehova, illetve nem is mert jelentkezni. Dunapentellére ment el dolgozni egy ismerőse barátja, és majd egy rokonunk által, ahonnan Balatonfenyvesre került, Imre Majorba pontosabban, mint műszaki rajzoló, meg volt hirdetve egy állás, és oda került fiatalemberként. Szerintem 18 és 19 éves kora között. Nem tudom pontosan, majd talán ezt anyukám tudja megmondani, hogy hányba volt ez. Ott ismerkedtek különben ők meg, mert édesanyám az ország másik végéből került oda, Nagykanizsa mellől, édesapám ugye az Alföldről, és mind a ketten ott dolgoztak ebbe az Imre Majori Állami Gazdaságba. És onnan felvételizett apukám aztán rá egy évre, 52-be körülbelül, igen, 52-be a pedagógiai főiskolára, Budapestre, ahova felvételt is nyert, és elkezdte a nappali tagozatos hallgatók életét. Talán két fontos momentum, amit itt érdemes megemlíteni, beszélgettünk róla, hogy egyrészt ugye ez a kuláknak való minősítés, ez nem kicsi veszteséggel is járt, hiszen elvették a birtokot, a másik pedig, hogy itt a fenyvesi, vagy talán a dunapentelei lét alatt sikerült átminősülni kulákból dolgozóvá, és így sikerült a felvételi. Igen, pontosan ez így van, sőt, most már nem titok, elmondhatom bátran, hogy az egyik unokatestvérem, a Hazag Laci bácsi, ott Dunapentele mellett volt, mint ilyen mezőgazdasági ügyintéző, és ő szerzett olyan igazolásokat apukámnak, meg sok más régi barátnak, unokatestvérnek, rokonnak, főiskolai, középiskolás csoportásnak, hogy ők dolgoznak, fizikai munkát végeznek, amivel ugye be lehet jutni aztán nyilván a főiskolára. Tehát az volt az egyik, a másik pedig, hogy Imre Majorba, ahol elkezdődött ugye ez a mezőgazdasági centrum kiépítése, ugye politikai foglyokkal csinálták az egész baraktábort, építették fel. Így módon egy ilyen munkás ember, aki egészen Dunapenteléről, akkor kezdték építeni, gondolom, Dunaújvárost, mint olyat, na hát mennyire megbecsült ember volt, és amikor már ugye Fenyvesről felvételizett, akkor ezek a dolgok nyilvánvalóak voltak, és az volt bent, hogy ő hát most aztán nagyon szolidáris az adott helyzettel.
hogy először Kadarkútra helyezték volna, és akkor ugye valami összeköttetés által, vagy nem is tudom pontosan mi által, majd édesanyám ezt meg tudná talán mondani, így került Balatonboglárra 56. januárjától. Akkor kapta meg ő az oklevelét. És így kezdett el tanítani, ahogy a tablókon is látszik, azok voltak az első osztályok, amikben ő, mint rajz és biológia szakos tanár tevékenyen ügyködött. Szerintem a rajz az senkinek nem kérdés, hogy honnan jött, de a biológiáról tudunk valamit? Hát igen. Édesanyám elmondása alapján eredetileg ő nem pedagógusnak készült, hanem állatorvosnak. De hát oda se lehetett semmilyen utomódon bejutni. És nyilvánvaló, hogy a biológia szeretete, vagy a biológia felé való nem is tudom, hogy mondjam most ezt, kíváncsisága talán ezzel kapcsolatos. Nem tudok más magyarázatot erre, hogy miért pont a rajz és a biológia szak az, amit végül is választott. Kicsit ugrunk a családtól, és akkor Gulyás Jánost kérdezném, hogy hol indult az ismerettség Bagó Bertalannal? Hát én azt tudom elmondani, hogy mi Kaposváron dolgoztam a művelődési házba, és ott volt egy rendezvényünk, ami minden évben fantasztikus nagy sikere volt, a gyerektükör. A gyermekrajzokból hivatásos profi művészek, mint a Szabados János, Weber Klára, Leitner Sándor, és így tovább, zsűrizték ki a kiállítandó anyagot. És ott találkoztam először a Bagó Bertalan művészetével, illetve nem a művészetével, hanem az általa tanított művészettel. És az csodálatos volt. A batikolások, meg a rajzok, ez valami eszméletlen jó dolgot eredményezett. És akkor 85-től voltam itt a művelődési házban, és akkor az első körben már találkoztunk, de itt volt, ő vezetett egy rajzszakkört. Nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, legalábbis volt tagja. De nem érdekes most, nem minősítem. Én ezt olyan dramaty állapotba vettem át, már nem volt sem készség, sem anyag, gyerekanyag és sok minden más, hogy nem tudtam ezt fölé élénkíteni, annál is inkább, mert a Berci ebben az időben minden szabad idejében festett, Tiszakécskére járt, és így tovább. Tehát nem volt hajlandó itt rajzszakkört vezetni. De aztán én bombáztam őt folyamatosan, és a Szérezsővel való ismerkedésünk úgy kezdődött, hogy fölmentünk a Bercivel Pestre, a Rezső bácsihoz. A Szérezső pedig arról volt nevezetes, hogy református történész lelkész volt. Akkor a háza volt, mint ez a nagy terem körülbelül. Abban minden épesző helyen képzőművészeti alkotás volt, szószoros értelemben. És olyan hihetetlen gazdag ember volt abban a tekintetben, hogy a Bercihez hasonlatos, a modernista, a képzőművészeti irányzat kikiáltásakor negligálták a hivatalos képzőművészeti életből őket. Tehát több mint 100 ilyen, vagy nem tudom, több tíz képzőművészetről csinált ilyen kiadvány, mint a Berciről, és akkor elhatároztuk, és akkor történt az, hogy előkészítettük a kiállítását. Na most a kiállítását az akadályozta, vagy késleltette, hogy itt a
kék és vörös kápolna környékén meghúzódó, annak idején avantgárd képzőművészet, nem tudom a nevét az illetőnek, Galántai akkor jelentkezett be 90-ben egy kiállításra. Legalábbis, és a Bercivel már minden el volt rendezve, és akkor azt mondta, hogy a Galántait nem fogja kitúrni, de aztán a Galántai nem vett ebben részt, sok minden oka volt ennek, és akkor megtörtént a kiállítás. Ott tartottunk akkor, hogy az első ismerkedés pont a gyerekeknek a szakköre volt, de Bertalannak, az ifjabbnak adnám a szót, hogy gyerekként megélni milyen volt egy művész apa mellett felnőni, aki tanított, szakkört vezetett, alkotott, hogy ez a családban hogyan jelent meg, vagy mennyire volt meghatározó élmény? Hát olyan, mint másnak. Tehát nekem olyan természetes volt az, hogy az apám festő. Tehát nekem nem volt más apám, aki nem volt festő. Tehát én azért úgy tettem, hogy mindenkinek apja festő. Tehát én úgy tekintettem, bementem a műteremben, nőttem föl. A gyerekkoromban, hát én a modern művészet, csak mondjam, szírezsével kapcsolatban, én a modern művészetnek a könyvét Herbert Reedén nőttem föl, én nem adom a modern művészetet, szóval nem értek egyet szírezsével, de mindegy, ezen nőttem fel 4 éves koromtól kezdve, ezt néztem, és hát olyan természetes dolog volt ez, hogy ebben éltem fel, tehát nem tudok olyat mondani, hogy ami a nagy élmény, mert nekem ez olyan volt, mint a levegő. És hogyha mások jártak rajzszakkörre, akkor én otthon bementem a saját szobámba, elvittem apám festménye, vagy a festőállványát, vagy a festménye, vagy a ecsetét, vagy a rajz, és akkor csináltam. Nekem otthon is ez volt. Tehát ez volt az előnyöm, vagy boldogságom, hogy erre ott nőhettem föl. De nekem ez természetes volt akkor. És ebben jól beleilleszkedtek mondjuk az alkotótáborok is? Én nem voltam alkotótáborban, tehát volt olyan, amikor Tisza Kécsként, de hát úgy volt, elmentem én is néha az alkotótáborba, de nem voltam ott, mivel hogy mint az Eri már mondta, hogy a Tisza Kécskei volt apám, ott születtünk, és ugye a nagymamám ott élt, és ott volt egy házunk, még most is van egy ilyen idősebb, azok a 200 éves parasztházunk, és akkor, amikor ott nyaraltam a nagymamámnál, azért főleg 10 és 16-17 éves koromig volt ez, akkor elmentem néha művésztelepre, és akkor találkoztam hasonló alakokkal, mint az apám, csak az apám nem ivott semmit, a többiek sokat ittak. Ezt láttam, és tehát egy kortyot nem ivott soha, nem dohányzott, és a többi barátja, azok nem vetették meg az alkoholt, és nagyon jó hangulatú esték voltak, ebből azt akarom neked mondani, hogy nagyon-nagyon jó estéket töltöttünk ott el, de mondom, mint ilyen fiatal emberként voltam jelen. Ragadtát valami a festészetből? Hát én gyerekkoromot rajzoltam. Tehát nem is tudom, nem emlékszem arra, hogy nem rajzoltam. De mondom, nem volt más lehetőségem. Biztos apám zenész lett volna, akkor zongorista lettem volna, vagy nem tudom. Szóval akkor zongoráztam volna. Tehát ott volt, abban ültem fel, tehát festékszagú volt minden. Bementem, a lakásunk festékszagú volt. Tehát ez festékszagú. És akkor jöttem haza, emlékszem, középiskolába jártam Pestre, és akkor most eltelt egy hónap, és akkor megmutattam, mit festett. És akkor leültem, megnéztem, most hol tart az öreg. És akkor, na, természetes volt. Tehát nem volt különös, tehát nem tudok különöset mondani, na, hogy miért. Ez teljesen természetes volt. Értem. Erikával beszélgettünk az elején arról, hogy érdekes volt úgy járni itt Bogláron iskolában, hogy itt tanította az édesapja, és ez nem mindig kellemes. Tudom, mert én magam is pedagógus gyerek vagyok, és az első osztályos létemben édesanyám volt a tanárom, és velem volt a legszigorúbb. Nem tudom, hogy volt-e ezzel kapcsolatban élmény. Hát igen, pontosan így történt a mi esetünkben is. Ugye a sorsfintora volt, hogy nekem nem csak tanárom lett az édesapám, hanem osztályfőnököm is volt. Úgyhogy 45-en voltunk ötödikben, az ötödikes osztályként, és ugye akik itt ki vannak téve, tantestületi tagok 60-ból, 60-as évekből, azok tanítottak engem. És hát keresztűzbe voltunk, és ráadásul ott is laktunk az általános iskolába, szolgálti lakásba, úgyhogy ha apukám nem tanított véletlenül, vagy nem volt már órája, akkor is tudta, hogy én mit csinálok, hol vagyok, hányasra feleltem, milyen osztályzatot kaptam, rossz voltam, nem voltam rossz, beszélgettem,
Szóval szörnyű volt az egész. Én úgy éltem meg, tehát bennem mindig egy feszültség és egy görcs volt. Én így emlékszem azokra az időszakokra, mert féltem attól, hogy én nekem mindig jónak, ugye mindig jónak kellett lennem, és féltem attól, ha valami csínt követek, akkor azt ugye mindjárt megtudják, és meg is tudták, szóval nem lehetett kikerülni. Úgyhogy ha ő tanította a biológiát, és tudom én, felelni kellett, én soha nem egy-egy anyagból feleltem, mindig a végén feleltem, az összefoglalásból, úgyhogy ott kezdődött, hogy mi van a tartalomjegyzékben, és akkor tehát nagyon kényelmetlen dolog, de ettől függetlenül én nagyon jól tudtam a művészettörténetet is, a biológiát is, és az egyéb tantárgyakat is, ugye, mert azért voltak kapcsolatok. Azt hiszem, hogy Bagó Bertalanról, mint tanárról Kalász Zoltán is tud hitelesen nekünk mesélni, aki tanítványa volt, aztán később lett barátsága kapcsolatban. Mielőtt konkrétan a kérdésre válaszolnék, szeretnék idézni ebből a kis füzetből, amit Szíj Rezső írt. S van valami megejtően alázatos vonás Bagó Bertalan művészetében. Ennek titka abban a felelősségben található meg, amivel tiszta szívvel festi műveit a művészetre éhes, és iránta fogékony értelmes lénynek, az embernek. Nem csak művészetében volt ő ilyen volt, mint ember. Tehát ő a magánóráiba, a barátaival eltöltött hosszas beszélgetésbe mindig ez a felelősség volt benne. Nem a 25 év mondatja ezt, hanem a tényleg az a sok-sok átbeszélt délután, amiből ez áradt. Én nem voltam jó rajzoló, de szerettem a művészettörténetet, és akkor aki valamiben jó volt, akkor azt kompenzálta. Ügyetlen voltam, de ötöst adott. És amikor 1980-ban találkoztunk a tantestületbe, és mondja nekem, Zoli, te jó tanuló voltál. Igen, mondom, Verci, még akkor nehezen ment a tanár után, úgy mondtam neki, szokatlan volt ugye visszakerülni a tanárok közé, és akkor tegezni, mert ők megengedték, és ez nagyon szép dolog volt, de nem ment ez egyik napról a másikra. És akkor válaszolom, igen, jó tanuló, te, mintha kitűnő lettél volna. Igen, bár mondom, 8. volt egy 4-esem. Nem mond. És kitől? Hát mondom, Berci, tőled, de az az igazság, hogy a elmúlt 3 évben se érdemeltem meg én annyira az ötös. Na, innen kezdődött valami, hogy mellé ülhettem a tanáriban, mondta, hogy van ott egy hely, és üljek le. Nagyon jó választás volt, mert éreztem, hogy a volt tanárom figyel. Tehát ő olyan volt, hogy szeretett az újról beszélni, és szeretett értelmesen beszélni. Kezdetben nem nyílt meg ő annyira, tulajdonképpen nem mint kollégaként kerültünk közelebb, hanem amikor később tudtam meg az ő javaslatára, a művelődési osztály vezetőségére azt ajánlották fel nekem, és én abba hagytam a tanári pályát. A kollégákról több pedagógus tudna beszélni, mert én csak 3,5 évig voltam kollégája, és akkor is nagyon sokat beszélgettünk. És volt benne tényleg a jó és a szép. Én csak úgy akkor éreztem, aztán később, amit az ember tanult is, hogy benne volt talán a kálvinistáknak ez a jó értelembe vett elkötelezettség az emberi dolgok iránt. És bennem mindig ez volt, hogy ő belőle ez az igazi humánum sugárzott ki. Nagyon sokat beszélgettünk, megengedte, hogy festett, és amikor lementem hozzá, sokat beszélgettünk, és megnézhettem a képeit. Nem mindig szerette, amikor a festés közben ment az ember, nem kellett bejelentkezni, arra jártam, bementem hozzá, és mindig nagyon sokat beszélgettünk. Vele nagyon jó volt beszélgetni, és alakította az embert. Tehát én tulajdonképpen úgy nőttem fel, és úgy próbáltam a hivatásomat én is jól betölteni, hogy megértettem azt, hogy egy kisvárosnak nagyon fontos a mentalitása. Ugye ez a Szent Ágostoni dolog, hogy nem a falak, hanem az emberek tesznek egy várost, városság, gondolkodás. És ő ebbe tényleg nagyszerű ember volt. Újra
Bercenek adnám a mikrofon, hogy ugye művészetén nagyon látszik, hogy megmaradt egy erős kötődés az Alföldhöz, a szülőföldhöz. Ez a kettősség, hogy van egy boglári, balatoni itt lakás, és van egy kötődés ahhoz a vidékhez, ez mennyire határozta meg a családi életet? Hát nagyon meghatározta a képeit először is, és a családi életet is természetesen. Ez nagyon, nagyon furcsa, hogy amikor alföldi témájú képeket festett, akkor egy sokkal zártabb, kegyetlen világot festett. Egy nagyon sűrű, kemény, amilyen az alföldi világ. Ugye Alföldön ugye sík vidék van, fúj a szél, és az, aki ott meg akar maradni a homokon, annak erős embernek kell lennie. Szikár, kemény, nagykezű, nagyapám is ilyen volt, nagykezű ember volt. És az egy ilyen kemény, kemény világ. És utána átjött ide, elkezdett festeni a Balatonat, a Pannon táját, amikor festette, annak egy sokkal fecsegőbb, sokkal édesebb, sokkal kedvesebb. Ott a domb van, el lehet bújni a domb mögött, meg fák között. Az Alföldön nem lehet elbújni, meg kell állni. Itt meg el lehet bújni, meg besüt a nap, meg szép a Balaton. És tulajdonképpen ez a kettősség volt a művészetében is. És érdekes módon nekem a balatoni képeiből azok tetszenek legjobban, ami téli. Mert ez olyan, mint az alföldi. Tehát a téli képei, amik befagyott Balatont, vagy a Rianást, vagy akármilyen, a téli képei, nekem van a lakásomban nagyon szép kép, egy moló van benne, és be van fagyva a Balaton-Boglári moló, és két alak sétál. Ez olyan, mint hogy egy alföldi festmény lenne, de mégis balatoni. És ez nagyon-nagyon erőteljesen hatott a művészetére, és azt az életére is, mert mindig úgy volt, hogy szerette a Balaton, meg szerette, de mindig vágyott az Alföldre. Amikor az Alföldön volt, akkor mindig vágyott vissza a Balatonra. Tehát, és akkor ez volt, hogy sokat volt, tehát nyaranta elment, vagy elmentünk többen, meg amikor lehetett a szüleink, a szüleihez, az én nagyanyámhoz, és akkor nagyon szeretett ott lenni, de idő után vágyott vissza Balatonra. Ez a kettősség volt egész végben, amit éreztem talán most, így főleg utólag egy okos kolbász fejjel. Akkor nem, sose kérdezte meg tőlem, most fogalmazta meg életem először ezt. Apukák, anyukák, iskolák, figyelem! Kezdjék a tavaszi élmények gyűjtését Balatonbogláron, a Várdombon. Csodálják meg a Balatont a gömbkilátóból, száguljanak a bobbal a fák között, és tegyék próbára ügyességüket az akadálypályákon. Kaland, élmény, szórakozás kicsiknek és nagyoknak. Nyitva naponta 10-től 18 óráig. Mindenkit vár egy nagy kaland Balatonbogláron, a Várdombon. Jön a Della, ettől nagy a kár. Az egész országba tűnt.